Üdvújfelt mindenkinek! Ebben a hanganyagban egy kicsit a románok hiúságát fogjuk megbörözdeigedni. Ilyen szó nincs. Arra kérnék mindenkit, hogy ha és amennyiben Facebookon vagy egyéb -egy internetes közösségen ő tag különböző csoportokban, ossza már meg a videóimat ezekben a csoportokban, mert kevesebben szoktam találkozni, mint annyi megérdemelni megosztva legyen. Azt, ha te megnézel és tetszik, az egy dolog. Ott még nem ért véget a közös utunk. Ezeket a videókat be kell reklámozni, ezeknek a videóknak nézettségek kell csinálni, és utána a komment mezőbe átbeszélni a videó tartalmát. Ezért fontos, hogy mindig a témához szólj. Én nem vagyok az a típus, aki a videó végén feltesz egy kérdést, mert a videók nem csak egy kérdés feltevésére alkalmasak. Jó, ennyi, a bevezető jöjjön a, a lényege a videónak. Tehát ti is biztos hogy gyakran ö, találkoztatok internetes viták kapcsán olyan román véleményekkel, amelyek hazaküldenek minket Mongóliába, mongoloznak minket, stb. Ennek megvan az oka, ebben mi is ö, ö, hibásak vagyunk, magyarok. De most egy érdekességgel jöttem hozzátok. Igazából ezt a témát már rengetegszer feldolgoztam, de így direktbe összekapcsolva a magyar gyalázással még nem. Ez pedig lenn a románok uralkodóinak mongol eredete, mert ez viszont tény. Szemben az árpádokkal, akik baktriai magas kultúrához, az úgynevezett oxuszi civilizációhoz tartoztak, amely megjelenik az ázsiai szkítáknál, tehát a hunoknál is, és az ázsiai skita nyelve, fizikuma, kultúrája a magyar. Addig az oláhok fejedelmei, azok ő bizony mongolok voltak. Az lehet, hogy anyjágon balkáni eredetű menyecskékkel eh, fehérítették ki magukat az évszázadok során, de, de, az apai ág, a lényeges, az uralkodóknál ugye az y kromoszomiság az bizony mongol. És az első baszarab a Neve már árulkodó, hiszen a Básá Rába az türk nyelven annyit tesz, hogy győztes apa. Most itt a türk meg a mongolnál ne veszene senki a részletekbe, mert azok a mongolok, akik ugye elindulnak nyugat felé, azok tatárokkal, tehát türkökkel, türk nevű népekkel is házasodnak, tehát innen van az, hogy az anya esetleg türk nevet ad. Na no, mindegy, Bászár... <coughs> bocsánat. Basarab apja volt, akit Tokoméliusnak írnak, tehát ilyen latinosított nével írnak, valójában Toktamir volt a neve. Ez azt jelenti, hogy keményített vas. Ez egy tatár név. Egy olyan vas, amely jól megvan kemény, vagy megvan edzve. Edzett vas, keményített vas. Ezt a kovácsok ezt értik. És az ő apja volt az a Mongetemur, melynek a neve örökvasat jelent. Uh, és ez már mongol név. Monke Temur, ötödik kánya volt az aranyhordának. Az ő apja volt Toku Okuan. Toku Okuan, vagy Tutukán egyszerűen. Uh, majd az ő apja volt az a aki a hordáival Magyarország területére érkezett. A tatároknál, a tatájárás során, ugye a mongoljárás során, uh, nem tudták elfoglalni Magyarországot. Lehet, hogy nyertek egy csatát vesztes pozícióból, lehet, hogy a civil lakosságú írtózatot bosszút tudtak állni, a közigazgatásilag fontos helyeket nem tudták bevenni, lehet légyen egy erődített templom és a vagy földvár, illetőlegesen a Mai Horvátország területén tartózkodó negyedik Béla követé révén tudta irányítani az országot, szervezni, tehát e, Beérkeztek, de nem tudták elfoglalni. Tehát nagyjából ez a modern Svájcra lenne igaz, ahol annyi jogon mindenkinek el van zárva egy géppityú, meg a hegységből indulnak a repcsieik. Tehát el lehet foglalni őket, mert nincs óriás hadseregük, de aztán egy millió felfegyverzett emberrel találod szembe magad, tehát megszállni már nem. Olyan könnyű. Jocsi, vagy Gyucsi, nem tudom pontosan, hogy kell ejteni, Kán volt Batukán apja. Most fölfele haladunk, ugye? És hát meg is érkeztünk Csingiszkához. Úgyhogy nem nagyon mongolozzanak a románok, mert egyébként a magyarok nem mongolok, a magyarok nem vérrokonai a mongoloknak, még ha a mongolok ezt is hiszik, és ezt is terjesztik. Ja, és az ázsiai Humbirodalom területén kettő, lehetszerűsítve kettő népcsoport élt. Egy ómagyar nyelvű, itt megismétlem, ómagyar nyelvű, úgynevezett skita szibériai népesség, vagy szibér Ezt már Kejzer, francia genetikus nő, azt hiszem 2001-ben kikutatta. Ők nagyjából a Szinúbirodalom lakosságának 25%-át adták, ők bevándorló szkíták. Nem itt vagyunk bevándorlók, ott voltunk bevándorlók. Ez hatalmas különbség. A helybeli lakosság pedig 75%-ban az úgynevezett slab grave, vagy laposköves kultúrák népe volt. Ez teljesen altai nyelvű, teljesen mongolid mongolokban, majd aztán a türkökben megjelenik az ön genetikai hagyatékuk. A hunok nem türkök, nem a mongolok. A hunok 25%-ban szkítosziberek, és 75%-ban altaiak voltak. Egyébként a türkök is késő szívunnú genetikával rendelkeznek, tehát ez a grave-nek a túlélése, illetve a már a késő már régen elpucoltak innen a tulajdonképpen és szkítosziberek, beérkezik egy szarmata népesség Mongóliába, és azok keverednek el a helybeli szlebigrévekkel, ez lesz a türk nőse. Nagyon kevés százalék baktriai összetevővel, náluk is feltetve a vezetőréteget adta ez a baktriai magas civilizációból, oxuszi civilizációból származó, nem kizárt, hogy magyar nyelvi népesség, jó, tehát itt azért több dolgot tisztázni kell, és hogy ki volt először a kárpát medencében maga, az a kisugárzás keletre, amint említettem, hogy ott ezek voltak a bevándorlók, tehát a a az kit az az kitoáguk az 5900 évvel ezelőtt Magyarország területén, pont hogy Erdélyben és a keleti részeken élt, és terjeszkedett fokozatosan kelet felé, keveredett fokozatosan a keleti elemekkel, és aztán visszatért a kárpát medencében több ízben. A videó komment belinkelem a románok uralkodóinak csodálatos családfáját, egy Gingis a mongoltól indul. Köszönöm a figyelmet!